tűzszerszám. Délszegen lépkedett egy katona az úton. Bal jobb, bal jobb, bal jobb, bal jobb, bal jobb, bal jobb. Ennyi év háborúskodás után. Végre itthon. Remélem, lesz valaki, aki munkát ad egy szegény, éhező katonának. Állj! Te ki vagy? Szép jó estét, hős katona! De csodás! Hegyes kardod van, na hát, és milyen nagy a hátizsákad. Mit akarsz tőlem, öreg anyám? Fogadni mernék, hogy egy ilyen erős fickó, mint te, rengeteg kincset elbírna benne. Bocsánat, amiért hallgatóztam, de mintha azt mondtad volna, hogy szegény vagy és éhes. Nem igaz? Talán tudod, merre találhatok kincset? Még hogy tudom-e? Arany, ezüst és vézérméket? Többet, mint amennyit valaha is láttál egy halomban, katona. Folytasd csak! Szépen ereszkedj le ebbe a hatalmas odvasfába, töltsd meg a hátizsákod és a zsebeidet, én pedig felhúzlak, amikor végeztél, nincsenél egyszerűbb. És mit kérsz cserébe? Engem nem érdekel a pénz. Csupán a régi tűzszerszámomat szeretném odalentről. Érzelmi okokból értesz, ugye? Az én drága nagyanyámé volt. Te miért nem tudsz lemenni érte? Öreg vagyok és gyenge. A kincset pedig féltve őrzik. De ha követed a tanácsaimat, nem esik bajod. Ha be akarsz csapni, akkor... Ne butáskodj! Gyenge, öreg néne vagyok csupán, aki egy erős, lovagias katona segítségét kéri. Viszonzásul pedig óriási vagyont kínálok neked. Mit is veszíthetnék? Jól van, nagyanyó. Mesélj el mindent. Jó, te hős katona! Nos, először is szükséged lesz erre. Na, leértél? Mit látsz? Hát, ahogy mondtad, egy nagy üreget és három ajtót. Lépj be az első ajtón, találsz ott egy ládát rajta egy óriás szemű kutyával. Jaj! Látod azt a nagy ládát? A tetején ülő kutyával? Nem tréfáltál a szemét illetően? Akkorák, mint két csésze. Igen, igen! Ne törődj vele! Tedd a kutyát a kendőre, amit adtam neked, és nem fog megharapni! Gyere csak, barátocska! Gyere, gyere! Sikerült! Hisz megmondtam neked! Most nyisd ki a ládát! Részpénz! Milliónyi! Erőt meríthetek belőlük! Látod a tűzszerszámomat? Más nincs itt, csak a vagyont érő rézérmék! Hát, ha ennyire tetszenek, a másik termet egyenesen imádni fogod! Másik terem? Bocs, picúr. Hív a kötelesség. Te jó ég! Ennek lapos tányér nagyságú szemei vannak! Jó! Most hajtsd végre a terítős műveletet, és nem esik bajod! Jó kis kutya! Na, gyerünk! És milyen nehéz! Jól van, kutyus, örvendek a szerencsének. Na, lássuk, mi van ebben a ládában. Ezüst pénzek! Gazdag vagyok! Gazdag! Jó, gratulálok!
De mi van az én tűzszerszámommal? Nincs itt. Csak a ládikó, ami végre gazdaggá tesz engem. Akkor most nézd be a következő terembe. Mintha már hallottam volna ezt. Nincs itt semmi. Csak a tengermoráját hallani. De várjunk csak. Hiszen nem vagyok közel a tengerhez. Mi lehet ez? De édes kutyuska! Látod a kutyát? Arra hatalmas szörnyetegre gondolsz, akinek kocsikerék méretű szemei vannak? Ne esél túlzásokba! Még hogy túlzásokba. Igen, látom. És ő is lát. Engem. Legalább gazdagon halok meg. Bár nem volt időm elkölteni minden vagyonomat. Hát, rajta! Jaj, így. Végre. A kötényem van. Már csak nekem kéne kiszabadulnom alóla. Jaj. Jaj. Megvan! Ennyi arany! Még egy palotára is elég lenne! Jól van, nagyanyó! Felhúzhatsz! Csak ha megtaláltad a tűzszerszámomat! No, persze! Már el is felejtettem. Mindjárt! Aha! Na, megtaláltad? He? Igen. Azt hiszem, itt van a kezemben. A tűzszerszámom! Add ide! Add már ide! Addig nem, amíg el nem árulod, mire kell neked, boszorka? Ki vele? Halljam! Különben még nagyon-nagyon megkeserülöd. Az nem tartozik rá, de semmire kell! Megkaptad a pénzedet! Add ide a tűzszerszámomat! Azonnal add ide! Talán inatba szállt a bátorságot! Kisna talán! Elérkezett az ideje, hogy megismerkedj a többi társaddal odalent! Ó, kérlek, ne! Átok rád! Ezt nem úszod meg szárazon, megígérem! Nincs más választás a boszorka! Nesze! És a boszorka örökre eltűnt. Juhú! Ebből megélek egy ideig. Hoppá! Nem. A királyi lakosztályt kérem, de csak ha egy hatalmas fürdőkád van benne. Jaj! El sem hinném, milyen régen vettem habfürdőt. Hiszek magának, uram, tényleg hiszek, de... Ó, és pazarvacsorát kérek! Sültet, sonkát, tojást, sok finomságot! Értem. Árulj el, uram, miből fogja kifizetni mindezt, És a csizmáját, uram, pasztával vagy anélkül tisztítsuk meg. Tudja, azt hiszem, élvezni fogom a gazdagságot. Mondd meg apádnak, kiváló cipőt készít. Ez a tiéd. De ne költsd el egyszerre. Egy aranypénz! Köszönöm, uram! Szóra sem érdemes. Én aztán igazán tudom, milyen üres ebben járkálni.
Vajon ki ez? Talán egy külföldi nemes. És ettől fogva úriember lett a katona, akit hirtelen sok-sok nemes, kifinomult ízlésű jóbarát vett körül. Csodás lakoma! A vendéglátónkra! Még a nevüket is alig tudta megjegyezni. Éljen, kitűnő barát! Herceg, aki hercegnőt érdemel! Hercegnőt? Jól hallottam? Ó, igen, a világ leggyönyörűbb királykisasszonyát! Komolyan? És hol találom őt? Ó, sehol. Senki nem láthatja. Egyszer azt jósolták neki, hogy... Nem! Ez képtelenség! Közönséges katonához adjuk a lányunkat? Soha! És a biztonság kedvéért bezárták a király kisasszonyt a résztoronyba. És senki más, csak a király meg a királyné mehetett be hozzá. Szeretném magam szemügyre venni azt a király kisasszonyt. Bocsánat a kellemetlenkedésért, uram, de van egy aprócska gond a számlájával. Miért nem szólt előbb? Parancsoljon! Uraságod biztosan tréfál, ugye? Ez bizony még a borra valóra sem elég. Jó poroszkálás! Bócs! Szánalmas figura! Zsugori alak! Úgy van, ha tudtam volna, hogy magamnak kell fizetnem, a felét sem rendeltem volna meg. Na hát, könnyen jött, könnyen ment. Mivel a katona ismét szegény volt, többé már egyik barátja sem jött meglátogatni. Túl sok a lépcső. Micsoda kifogás ez. Ha nem találok gyorsan tűzifát, itt fogok megfagyni. Jaj, ne. Még a gyufából is kifogytam. Jut eszembe. A boszorkány tűzszerszáma. Mi ez? Pic úr! Te hogy kerülsz ide? Lehetséges, hogy a tűzszerszám ide vonza a pénzőrző kutyákat? Mert néhány rézérme jól jönne ebben a pillanatban. Jó kis kutya vagy. Szóval, te rézérmét hoztál. Lehet, hogy a két barátocskád is tud érmét hozni. Kezdem kapiskálni. Lássuk csak, két húzás az ezüst, három pedig az arany. Ez aztán a hasznos információ. Nem. Én pávát ettem fekete hattyúszószban. Dehogy is, te dodó pástétomot ettél. Hát, maga meg mit akar? Ismét kivenném a legdrágább szobát. Igenis, uram, ahogy kívánja, uram, örülök, hogy újra látom. Mégis voltál a pénz. Tudtam, hogy ez mekkora kópé. Micsoda nemes lélek. Hurrá! Hurrá! És ezzel a katona visszaköltözött a lakosztályába, és az összes kiváló barátja újra barátságot akart kötni vele. És a pénzével. Ám a katona szörnyű magányos volt, és a gondolatai a király kisasszony körül jártak. Nem is tudom, fiúk.
Folyton szegény királynlányra gondolok, akit bezártak a résztoronyba. Mindenki azt állítja, hogy a holdfénynél is szebb. Bár csak láthatnám a saját szememmel. Igen, igazuk volt. Meg kell csókolnom. És megcsókoltam. Anyám, apám, csodálatos álmot láttam az éjjel. Egy kutyáról. Csészényi szemei voltak. Átrepültem a város felett a kutya hátán, és megcsókolt egy katona. Mi? Aranyos kis mese, drágám. Vajon mit jelenthet? Elmagyarázom, hogy mit jelent, kisleányom. Nem más, mint hogy anyád ma éjjel őrizni fog, és ügyel arra, hogy az álmod álom maradjon. Azon az éjjel mégis... Egyszerűen nem bírom már tovább. Újra látnom kell őt. Ezüstös, most te menj el érte. De légy gyengéd vele. De a királyné 7 mérföldes csizmát húzott. Ne siess, kis kutyus! És hopp, már futott is utána, ahogy csak bírt. Idehozta a lányomat. Krétával megjelölöm a kaput, hogy az uram és a szolgálók tudják, hol keressék. Minden csókjával begyógyítana egy sebet örökké sajgó szívemen. Hamarosan pirkad. Ezüstös. Ideje hazavinni őt. Itt kell lennie, drágám. Biztosan tudom. Keresztet rajzoltam a kapura. Ó, nem! Ez egyszerűen hihetetlen. Én fel nem érem észre. Figyelj, drágám, mit találtam ki! Amikor magával viszi a kutya, a köleszemek kipotyognak ebből a tarsolyból, és egyenesen elvezetnek hozzájuk. Jaj, mivel babonázott meg a királylány? Nem tudok aludni, nem tudok enni, még gondolkodni sem, ha nem láthatom. Aranyos! Most te jössz. Vigyázz, nehogy kövessenek. Ó, hercegnőm. Bár csak herceg lehetnék. Egy szép napon feleségül vehetnélek. Egy utolsó csókot, mielőtt pirkad. Igazad van, aranyos. Haza kell vinned őt. Ezüstös, picúr, ti is menjetek haza. Egyedül akarok lenni. Isten áldjon szerelmem. Ez mi? Látod? Köleszemek végig a padlón, pont ahogy elterveztem. Vigyétek el! Holnap lógni fogsz. Már ácsolják a bitúfámat.
Szembenézni a halállal nem új számomra. Különben is. Imádott hercegnőm nélkül mi értelme az életemnek? Nézzenek oda! Mekkora sokadalom! Mind kijött megnézni a búcsú fellépésemet. Jó lesz a kedvükben járnom, azt hiszem. Hey, fiú! Hová sietsz annyira? Nélkülem úgy sem kezdik el. Emlékszem rád! Te adtál nekem aranypénzt! Most adok neked egy garast, ha elszaladsz a szállodába, és magaddal hozod a tűzszerszámomat. A királyi lakosztályban van a széken, a kandalló mellett. De siess! A királyi lakosztályban! Már is hozom! Szaladj, kérlek, szaladj! Különben végem van! Csupán egy dologra vágytam. Újra látni imádott király kisasszonyomat. Ő az! Az álmomban látott katona! Ne engedd, apám! Ezt nem teheted! Szeretem őt! Szeret engem! Tudtam! Hallgass, gyermekem! Hóhér uram! Folytassa! Na de! Várjanak! Még egy utolsó kívánságom sem lehet! Hadd pipázzak még utoljára, felséges úr! Nem! Rossz kedvemben vagyok! Hóhér uram! Rendben van, legyen, de ne füstölj túl sokáig. Hóhér uram, oldozza ki! Nézze, talán nem a legjobbkor mondom, de tisztában van azzal, hogy milyen ártalmas a pipázás? Bocsánat, érthető, ha most egészen máshol jár az esze? A maga helyében nem mások egészsége miatt aggódnék, hóhér uram. Picsú, ezüstös, aranyos. A leendő apósó még nem tartanak érdemesnek a lányok kezére. Segítsetek nekik meggondolni a dolgot. Hercegnőm, különös leánykérés tudom, de hozzám jössz. Ó, szerelmem, persze, hogy hozzád megyek, hiszen te vagy álmaim lovagja. Szépséges királylány, légy a királynő! Hurrá! És az öreg királyt, meg a királynét soha többé nem látták viszont. Az új királyi pár esküvői vacsoráján mindhárom kutya részt vett. Amint az asztalhoz ültek, még nagyobb szemeket meresztettek, és a víglakoma eltartott egy álló hétig.